Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Július 17-én kinyílik egy égi kapu a Plejádok fele. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása, jelenti a spirituális területet is. Ezen a napon új hold is van, és ezen a napon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Ezt a szertartást most nem külön tartom, hanem egyben az új holdat és ezt a portálkapu nyitását. A portálkapura kitérve a téma az jelenleg Ahau. Ahau az lefordítva a napot jelenti. Tehát ez a fő téma. A nap az jelentheti az apukádat, az apai témákat, de jelenti a te fellépésedet is. Ha úgy képzeled el az életedet, mint egy színdarab, akkor a nap azt jelenti, te játszod itt a főszerepet. Tehát fontos ez a magabiztos fellépés. A nap jelenti a kisugárzást is, hogy legyen meg ez a kisugárzásod, hogy mások észrevegyenek téged is, legyenek sikerek, legyen megbecsülés. A nap jelenti a vonzalmat kettőtök között. Azon kívül megvilágít bizonyos témákat, vagy megvilágítja az élet utadat, hogyan tovább, melyik irányba. Tehát ez az egyik téma, a másik pedig az új hold energiájának a témája, amiről hamarosan most beszámolok, és jelentkezhetsz erre a szertartásra, ami este 11 órakor indul. Az energiai egyensúly az 4000 forint. És milyen energia van az új holdat illetően? A holdnak nincs saját kisugárzása. A hold a fényt a naptól kapja. És egy új hold napon, amikor a nap és a hold találkozik egy jegyben, akkor a nap nem tudja megvilágítani a holdat, illetve a hold nem tükrözi számunkra ezt a fény, tehát a hold láthatatlan. Ennek is van egy fontos jelentősége, hiszen szükségünk van a visszahúzódásra, a nyugalomra. Az indiai számítás szerint ez az új hold a határon van az ikrek jegye és a rák jegye között, de abban az órában, amikor ez így kialakul, akkor már ez az új hold a rák jegyében lesz, ahol a hold jól érzi magát, hiszen uralkodik a rák jegye felett. És ez a központi téma, amit ez az új hold közöl velünk. A rák jegyénél a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről. Ez is fontos, de nem kell most ezt kimutatni, hiszen ez az új hold jelenti a visszahúzódást, a befele tekintést. Inkább legyünk olyan szerények, visszahúzódóak. És meditáljunk afelett, hogy mit szeretnénk elérni. És ez a befele tekintés, ez a meditáció, az azt jelenti, hogy felfedezzük magunkban ezt a belső templet. És ennek van egy megnyugtató érzete, azon kívül érezzük a kapcsolatot az égi hatalommal is, erősítjük a belső hitünket, hogy egy elképzelés megvalósulhat. Azon kívül a rák jegye szimbolizálja egy kisbabának a születését, például, tehát család, alapítást, ez is lehet egy fő téma, vagy utal a családi kapcsolatokra. Tehát ezek a témák lesznek most,
július 17-én. Az indiai asztrológiában van világos hold és sötét hold. Az új hold után még a hold sötét. Tehát nincs meg az a szerencse, hogy a hold segítsen most abban, hogy valamit ki tudjunk építeni. Inkább jelenti azt a visszahúzódást. Viszont július 25-től fogva a hold mindig világosabb lesz, és ez a világos hold jelenti a szerencsét. Az lehet egy jó időpont valamit indítani, mert akkor meg lesz a segítség, meg lesz ez a szerencse, ez az álom akkor megvalósul. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!